Sziasztok! Ma különösen igaz számomra az a mondás, amit amúgy remélem, hogy nem én költöttem, hanem tényleg van ilyesmi, hogy az élet nem mindig habos-babos. Mert anélkül, hogy így nagyon belemennék részletekbe, csak így nagyon nagy vonalakban szeretném érinteni a dolgot. Nagyjából 2 héttel ezelőtt említettem nektek, hogy történt a munkahelyemen valami, ami eléggé megviselt már akkor is. Ez azóta is tart, csak így... Hát egyrészt nem beszélek róla, mert nem érzem úgy, hogy ennek helye van itt a Vlogmas videókban, másrészt pedig igyekszem elterelni róla a figyelmemet, viszont ma nem tudtam elterelni, mert hogy ezzel kapcsolatosan volt egy krízis megbeszélésünk az egyik gyámhivatalnál, és ez így rányomta a mai napra is a bélyegét nálam, de igyekszem túllendülni rajta, és ma például az autóként tréningen tudtam is erről egy kicsit beszélni, ami nagyon-nagyon jót tett, úgyhogy igen. Ennyit erről, de tényleg nem szeretnék nagyon negatív irányba elmenni, de hogy tudjátok, nekem is vannak ugyanúgy rosszabb napjaim, mint mindenki másnak. Ez nem jelenti azt, hogy bármi probléma lenne velem, vagy hogy nem tudom, hogy bármi baj lenne velem, mert szerintem ez teljesen átlagos. Mindenkinek vannak ilyen mélypontok az életében, a munkájában ugyanúgy, mint ahogy a magánéletében is lehetnek ilyenek, viszont ezeken túl lehet és túl is kell lendülni. Ennyit erről. Aztán kinyitottam az adventi kalendáriumokat, és nem mutattam ezt így nektek szerintem egyszer sem így a Vlogmas ideje alatt, viszont minden nap nagy örömmel bontogatom kifele ezeket a kis meglepetéseket. És a mai napon a Rituals adventi kalendáriumban egy olyan termék volt, ma ugye december 13-a van, és ez az első olyan nap, amikor nem vagyok megelégedve vele, mert hogy egy tusoló zselé, egy tusoló gél, tusfürdő, csak összejön a magyar neve is, volt benne a Karma, Ritual of Karma kollekcióból, ami ez az egyik kedvenc kollekcióm a Ritualsnél, viszont egy ekkora kis 30 ml-es termékről beszélünk, ami értem én utazáshoz el fogom tenni, és jól fog jönni, viszont lehetett volna azért minimum 50 ml-es. Szerintem ezt egy kicsit jobban ki lehet használni, akár itthoni használatra is. Mert hogy ez tényleg olyan, hogy elviszem magammal egy ilyen 2-3 éjszakás utazásra, vagy bármi ilyesmire, és el is használom. Az illata természetesen nagyon-nagyon kellemes, mint az összes dolognak ebből a kollekcióból. Viszont ez egy kicsit így csalódás volt számomra, hogy ezt kivettem, mert... Hát, hogyha nagyobb lenne a mennyiség, akkor nem lenne ellene semmi kifogásom. Viszont tényleg ez az első olyan nap, amikor úgy gondoltam, hogy kicsit csalódás volt meglátnom, hogy mit is rejt az ablakocskám. De amúgy összességében eddig úgy vagyok vele, hogy szeretem a Rituals adventi kalendáriumot, és majd szerintem így a végén fogom így összegezni, hogy tulajdonképpen megérte-e számomra. Aztán ennek a Vlogmas résznek, amely amúgy valószínű, hogy csütörtökön fog kikerülni, mert szerdán egész nap dolgozom, és nem vagyok benne biztos, hogy holnap munka után még meg tudom szerkeszteni ezt a videót, és fel tudom tölteni, viszont csütörtökön szabadnapos leszek, úgyhogy akkor majd be tudom pótolni, ha minden igaz. De mindegy, ezt majd úgy is látjátok, amikor kikerül a videó, hogy mégis mikor sikerült feltennem. És ennek a Vlogmas résznek így a témája tulajdonképpen a karácsonyi fények lenne, amire ma kifejezetten nagy szükségem van nekem is, mert nekem a karácsonnyal kapcsolatosan ez az egyik kedvenc dolgom, a fények és a kivilágítás. És így a karácsonyi dekorációk, amit lehet túlzásba is vinni, én inkább jobban szeretem ezeket a sárgás, meleg fényeket, ezért például nálunk hát túlnyomó részt teamécsesekkel kivilágított ilyen kis mézes kalácsházikók vannak, és nagyjából ennyi, meg van egy ilyen fényfüzérünk. Viszont hallottam, hogy van Zólingenben úgynevezett Weihnachtshaus, karácsonyi ház, ami egy privát ház, de hogy a tulajdonosai nagyon-nagyon szépen kivilágítják, és arra gondoltam, hogy megmutatom ezt nektek, úgyhogy mindjárt indulunk is Martinnal, és remélem, hogy ez így az én lelkemnek is jót fog majd tenni, egy kicsit belemerülni így a karácsonyi fényekben. Igyekszem majd utcaképet is mutatni, remélem, hogy tudok így az autóból, és bízom benne, hogy ezt tetszeni fog nektek is. Amúgy volt olyas valaki, aki még így a Vlogmas elején is írta, hogy ő szívesen megnézni például, hogyan vannak feldíszítve és kivilágítva így a németeknél a házak, a lakások, az ablakok, úgyhogy hát most egy ilyen igényt elégítek ki tulajdonképpen ezzel a videóval.
belecsöppentetek itt a reggeli készülődésemben. Tudom, hogy a fények még mindig szörnyűek, viszont talán most nem is annyira fontos, hogy lássátok, hogy mit csinálok, mert ezt már 5000-szer láttátok. Nem tudom, ti hogy vagytok velem, viszont milyen is beköszönt az, hogy tényleg reggelente sötét van 8 óráig kb. Itt legalábbis tényleg nem tudom, így igazán igen Baltazár, köszönjük, hogy beköszöntél. Olyan 8:30-kor kezd csak el kivilágosodni, már mint úgy rendesen. És ilyenkor nekem nagyon nehezemre esik reggel felkelni. Az egyetlen, ami ebben azóta is segít, és nem, ez sajnos nem egy fizetett együttműködés, az a Philipsnek ez a fénnyel ébresztős órája, amit már tavaly is mutattam nektek. Azt hiszem, hogy tavaly karácsonyra kaptam, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem használni, de tényleg. Ma reggel is be volt állítva 6:30-ra, ami azt jelenti, hogy előtte nagyjából így 10 percet, de amúgy azt is be lehet állítani, mert elkezd így folyamatosan világosodni ez az óra, mint hogyha tényleg a napfelkeltét szimulálná, és amikorra beállítod, akkorra már a teljes fényerejében pompázik, illetve akkor kezdi el lejátszani azt az ébresztő hangot vagy dallamot is, amit beállítottál, amúgy be lehet állítani simán rádiót is. Nekem ilyen madárcsi csergés van így a napfelkeltéhez beállítva, közben Baltazár itt tombol éppen az egyik játékával. És hát annyira rászoktam erre, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy többnyire már a madárcsi csergésig, szóval a konkrét ébresztőig nem jutok el, mert már akkor felkelek, amikor elkezd világosodni a szoba így az óra által, és nagyon-nagyon szeretem, hogy tényleg ilyen nyugodtabban kelek fel, mint hogyha ébresztőre kellnék, tudjátok, mint hogyha nem tudom, a telefonnak az ébresztőjének a pittyogására riadnék fel, úgyhogy sokkal nyugisabbak így a reggelek számomra, és sokkal jobb az elkezdésük. Szóval értitek, hogy mire gondolok. Érdekelne amúgy, hogy van-e olyan köztetek, aki szintén ezt az ébresztő órát, vagy ezt az ébresztési technikát használja. Én, ahogy mondtam, tényleg oda meg vissza vagyok érte. Viszont, hát így tavasztól őszig nem igazán szoktam használni, mert olyankor hát van természetes fény, és nekem nem kell, nem tudom, hajnal 4-kor kellem szerencsére. Úgyhogy olyankor nem igazán tudom kihasználni. De így a sötétebb időben komolyan számomra életminőségjavító hatása van, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szeretem azóta is használni. Ma amúgy munka után szeretnék elmenni a kis mini bevásárlóközpontba itt Zólingenben, mert szeretnék venni egy Rituals ajándékutalványt karácsonyra, illetve van nálunk a munkahelyemen ilyen ajándékozás, ami a lakók és a dolgozók közös ajándékozása. Mindenki húzott valakit, és én az egyik lakónkat húztam. Egy kicsit nehézkes a dolog, mert csak azért is, mert hogy 5 euró a limit, amit természetesen megértek, mert az anyák pénzét nem kell, hogy ránk költsék, úgyhogy tényleg ez egy minimális összeg. Viszont számomra egy kicsit nehézé teszi így az ajándékozást, mert nem igazán tudom, hogy mit vegyek 5 euróból. Először úgy voltam vele, hogy oké, majd veszek valami édességet, meg nem tudom, tényleg ilyen csoklikra gondoltam. Viszont az az illető, akit húztam, nem szereti az édességet, illetve nem szereti a karácsonyt sem. Nem is igazán szeretne majd így a közös ünnepségen részt venni. Viszont hát az ajándékozásban benne van ő is. Úgyhogy szerintem bemegyek majd a TK Maxx-be, és nézek neki vagy valami ilyen kis dekorációs elemet, ami nem karácsonyi, vagy pedig esetleg valami szép zoknit, lehet, hogy azt a H&M-ben is megnézem, mert hogy én régebben ott is vettem magamnak ilyen viccesebb külsejű zoknikat. Úgyhogy ez most így feladja a leckét, és remélem, hogy nem fogok vele túlságosan sokat eltökölni, mert utána idejében haza kéne érnem, és hát valamit vacsorázni majd, mert ma este is van programunk. Méghozzá így a fények bűvöletében maradva, ma egy ilyen fényfesztiválra, vagy fényjátékra, nem tudom, hogy lehet ezt így magyarul megnevezni, Lumagica
Na, szerintem ezt se jól mondtam most, de tök mindegy. Na mindegy, hogy ez ennek az eseménynek a neve. És november végétől egészen január elejéig lehet megtekinteni Düsseldorfban egy kastélynak a parkjában. És ilyen nagyon-nagyon szép kivilágított dolgok vannak ott elvileg. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez így tökéletesen passzol a Vlogmas mostani részének a témájához, úgyhogy már a múlt héten megvettem rá a jegyeket, amit mondjuk egy kicsit pofátlanságnak tartok, megmondom őszintén, mert egy fél óráig lehetsz bent, utána jön a következő turnus, úgyhogy egy fél órára egy felnőtt belépő 17 vagy 18 euró volt, ami hát szerintem erős túlzás. De remélem, hogy majd úgy jövök ki, hogy azt mondom, hogy igen, megérte. És tudom én, hogy az áram elég drága itt Németországban. De akkor is ezt egy kicsit így túlzásnak érzem. De mindegy, ez csak az én gondolatom valószínű ezzel kapcsolatosan. De ahogy mondtam, remélem, hogy az élmény mindenképpen kárpótol majd, és kifizetődik. Amúgy nem tudom, hogy milyen megfázás kapott el, mert ez már a negyedik hét. Ez már a negyedik hét, amikor még mindig köhögök, amikor még mindig nem érzem magam teljesen jól. És ugye egy hetet itthon voltam az elején táppénzen, amikor tényleg szörnyen voltam, és ágyban feküdtem napokig. Viszont utána mentem dolgozni, utána ugye volt múlt héten egy hét szabadsága, most pedig megint dolgozok a héten. És egyszerűen nem akar javulni. És már nagyon idegesít engem is a köhögés. Szedek amúgy vitamint. Nem tudom, hogy ére most így ebben a helyzetben egyáltalán valamit, mármint hogy ettől várhatok el javulást, szerintem nem igazán. Mindegy, én azért szedem szépen a vitaminjaimat, és remélem, bízom benne, hogy hamarosan elmúlik ez a köhögés, mert nagyon-nagyon idegesít, és így látom a videóban is, egyszerűen több ideig tart a megszerkesztés, mert folyamatosan ki kell vágnom még mindig a krákogásokat, meg a köhögéseket, és látom, hogy több a vágás a videóban is, valahogy ez nekem egy kicsit zavaró, lehet, hogy ez csak az én hülyeségem. Na mindegy, de inkább kivágom őket, mint hogy halljátok, és higgyétek el, hogy egy idő után nagyon idegesítő tud lenni, úgyhogy szegény Martint abszolút megértem, amikor néha már azt mondja, hogy fáj a füle a köhögésemtől, de hát sajnos nem tudok vele mit csinálni. Ha esetleg van bármi házi praktikátok, amit még nem próbáltam volna ki, akkor írjátok meg nyugodtan, hogy lehet ilyen köhögéses dolgot elmulasztani, vagy segíteni, meggyorsítani az elmúlását. Ezt nem tudom, hogy mutattam-e már nektek, szerintem igen. Ez egy szempira spirál az Ilia Cosmetics-től, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem, annyira, hogy már újra is rendeltem, mert hogy már érzem, hogy hát eléggé be van száradva, és azt hiszem, hogy ilyen 3 hónapja használom nagyjából. Én ezt Zalandóról rendeltem, viszont a Zalandónak partnere a Sephora, és így tudtam megrendelni tulajdonképpen a Zalandón keresztül. Nagyon-nagyon szeretem, tényleg szerintem csodálatos szempillákat varázsol, viszont nem vízálló, tegnap is például sírtam, minő meglepetés, és hát teljesen pandamati szemeim lettek, de amúgy tényleg nagyon szép fekete, nagyon szépen lehet vele a szempillákat szétválasztani és kiemelni, és tartós is, mindaddig, amíg nem kezdesz el sírni. Amúgy nektek is úgy van, hogy az egyik szempillátok mindenféle erőlködés nélkül mindig sokkal szebbre sikerül, mint a másik. Nem tudom, fogalmam nincs, hogy miért, de erre mindig 2 réteget kell felvinnem, hogy nagyjából elérjem azt az eredményt, amit itt egy réteggel sikerül. Hát igen, kicsit idegesítő, de ez van. Ebből a hátulról jövő fényben tökéletesen lehet látni, hogy mi a fő problémám a hajammal, hogy így a baba hajak össze-vissza égnek állnak. És ugye ezért is szeretném a Dysonnak ezt a hajszárítóját, mert hogy ahhoz van egy ilyen aufsatz, tudjátok, ilyen feltehető fej, ami tulajdonképpen ezt a problémát hivatott így megszüntetni, illetve van pár őszhajszálam, amivel nekem semmi gondom nincsen, és nem szeretném elkezdeni festetni a hajam miatta, viszont ezek az őszhajszálak valahogy erősebbek a többi hajszálnál, és hiába még amikor ki is vasalom a hajam, akkor is ezek így égnek állnak, és az viszont úgy zavar.
Úgyhogy ez a fej, ez tökéletes lenne arra, hogy ezeket a hanyagokat így a többi alá besimítsa. Viszont a múlt héten többször is felnéztem a Dysonnak az oldalára, hogy oké, akkor most megrendelem a hajszárítót. De nincsen neki készletem. Nem tudom, a héten még nem néztem, tegnap így teljesen más gondolataim voltak. Viszont ma szerintem még a buszon munkában menet ránézek, hogy hát, hogyha van már nekik. Mert tök jó lenne, hogyha meg tudnám rendelni még így karácsony előtt, ha meg nem, akkor természetesen megrendelem, hogy karácsony után nem muszáj ennek a karácsonyi ajándéknak itt lennie már most. Utána is tudom majd ugyanúgy annyira használni, meg remélhetőleg szeretni. És mondta barátnőm, aki Magyarországon lakik, hogy otthon sem elérhető jelenleg. Angliában élő barátnőm pedig azt mondta, hogy náluk van. Viszont nem fogok Angliából rendelni, inkább megvárom, hogy itt is legyen megint. Ez csak úgy most így eszembe jutott. És hogyha van közületek bárki, aki használja amúgy a Dyson hajszárítót, vagy amúgy a hajvasaló is érdekelne, bár a steampadommal kéne előtte valamit kezdeni, na mindegy, akkor írjatok nyugodtan tapasztalatokat ezzel a két termékkel. Christmas, oh Christmas.
Hazaértünk, lezuhanyoztam, és 10 óra elmúlt, úgyhogy én szerintem mindjárt beájulok az ágyba. A mai napom is sűrű volt, de a holnapi az még sűrűbb lesz, úgyhogy nem ártanom, hogyha egy kicsit ki tudnám pihenni magam. Viszont szerettem volna nektek erről a Lichtparkról egy kicsit így, nem tudom, ilyen kiértékelőt is tartani. Összességében nagyon-nagyon tetszett mind a kettőnknek, Martinnak is, többször is megjegyezte, hogy mennyire jó, hogy megtaláltam ezt a lehetőséget, és hogy elmentünk, és hogy mennyire tetszik neki. Tök jót sétáltunk bent, hamarabb odaértünk, mint 7 óra, amikorra ugyanis a jegyünk szólt, és hamarabb be is engedtek minket, és tulajdonképpen meg is kérdeztem, hogy tényleg csak fél órát tölthetünk el bent, és mondták, hogy nem, ez tulajdonképpen csak azért van megadva a weboldalon, hogy ne alakuljon ki bent tömeg, ugye adja a korona miatt, de hogy senki nem ellenőrizte, hogy mennyi ideig is voltunk bent tulajdonképpen, és több mint egy órát sétálgattunk bent. Amúgy ez nagyjából egy ilyen másfél kilométeres szakasz, viszont ugye megáll az ember, csodálja az ember a dolgokat. Én ugye videóztam is, meg fényképeket készítettünk, úgyhogy ezzel azért jóval több idő telik el, mint az ott a sétafikálással. Úgyhogy mind a ketten úgy gondoljuk, hogy megért elmenni, és tényleg nagyon tetszett mind a kettőnknek. Egy picit túlárazottnak tartjuk továbbra is, viszont egy nagyon-nagyon kellemes élmény volt. Így az egésznek a közepén volt két bódé, lett volna amúgy egy ilyen karácsonyi vásár is, fel voltak állítva így a faházikók, viszont nem tudom, hogy csak most nem voltak nyitva, vagy hogy ez a karácsonyi vásár is le lette mondva, csak még nem bontották le, de nem volt nyitva csak ez a két bodega. Az egyikben lehetett venni forralt bort, szerencsére volt alkoholmentes winterpuncs is, úgyhogy mi ittunk egy-egy olyat. A másikban pedig, nem is tudom, azt láttam, hogy gofrit is lehet kapni, meg valami más kaját még, de nem vacsoráztunk ott, szóval csak megittunk egy ilyen alkoholmentes forralt bort szépen, utána pedig indultunk is tovább. A végére egy kicsit elég is lett, mert hogy elkezdett szemerkelni az eső egyrészt, ugye így a kapucni mellett és a szemüvegem beperásodása miatt, meg az eső miatt már a végén nem láttam túlságosan jól, illetve elég sok helyen ilyen kis földút vezetett, ami hát így az esőzés miatt egy kicsit sáros és csúszós volt, és nem is túlságosan sokat lehetett belőle látni, mert hogy így az út nem volt kivilágítva, ami ugye érthető, hogy természetesen így az attrakciókat lássa minden jobban az ember, viszont itt ott tényleg nagyon oda kellett figyelnem, hogy el ne csúszszak, vagy el ne essek, de tényleg nagyon örülök, hogy átmentünk és megnéztük. Ha itt jöttek a közelben, akkor szerintem ajánlom nektek is, azt hiszem, hogy január 9-ig elérhető ez a látványosság, szerintem egy kellemes kis program. Illetve ugye mutattam nektek, hogy voltam a kis bevásárlóközpontban, és beszereztem a Rituals-ben az ajándékutalványt, amit ugye szerettem volna valakinek majd karácsonyra ajándékozni. Illetve említettem nektek azt is, hogy kihúztam az egyik lakunkat, és elvileg ugye 5 euró volt a limit, hát természetesen nem sikerült betartanom, viszont nagyon bízom benne, hogy olyasmiket vettem neki, aminek örülni fog. Megkérdeztem amúgy a gyakornokunkat is, és tulajdonképpen ő adta nagyon-nagyon jó ötleteket, mert mondta, hogy ő jelen volt a legutóbbi HPG-n, ami ilyen megbeszélés a gyámhivatalnal, és hogy ott is ösztökélve lett arra az adott lakó, hogy amikor van rá egy kicsit lehetősége a babája mellett, akkor igenis foglalkozom saját magával, van egy kreatív oldala, hogy ezt élje ki. Úgyhogy ezért vettem neki ilyesmi dolgokat. Az egyik, az szerintem nagyon-nagyon király dolog, méghozzá, nem tudom, hogy mennyire látjátok, ezt a mintát lehet belekarcolni, hát egy ilyen fekete labba. Nem tudom nektek ezt így elmagyarázni, de remélem, hogy így kép alapján érthető, vagy lehet, hogy megmutatom így az elkészülését, és talán így egy kicsit egyszerűbb rájönni, hogy mire is gondolok, mert hogy elmagyarázni ugye nem tudom. Úgyhogy ezt vettem neki egyszer, illetve vettem neki egy ilyen rajzos blokkot, amiben csak 10 darab lap van, viszont úgy vagyok vele, hogy kezdésnek ez is tökéletes. Valamint tök jó, már találtam hozzá egy ilyen tűfilc készletet, ami színes, és le volt értékelve a TK Maxx-ben 3 euróra, úgyhogy ezt is megvettem hozzá, remélem, hogy tényleg
tényleg időt szakít majd arra, hogy egy kicsit rajzolgasson, meg hogy lesz így kedve hozzá. És magamnak kettő dolgot vettem, mind a kettő dekorációs elem, viszont egyik sem karácsonyi vagy téli, mert hogy az egyik az őszi, már most a következő év őszit várom. Méghozzá ilyen nagyon-nagyon cuki, tökös mécseseket láttam meg leértékelve 2 euróra, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ezt mindenféleképpen megveszem. Van ugye bronz, arany és ezüst címben, 2-2 darab tököcske. Szerintem nagyon-nagyon jól néz ki, úgyhogy biztos, hogy ki fogom tenni jövőre dekorációnak. Illetve már a kasszánál álltam, amikor megláttam ezt a szívet, és arra gondoltam, hogy nekünk nincsen az ajtón tavaszi és nyári kopogtatónk, de ezen szeretnék változtatni, és már tavaly, vagy hát nem is idén szerettem volna egy ilyen tényleg vidám, rózsaszínes pinkeset készíteni, ami így tavasszal és nyáron is kint lehet. És amikor megláttam ezt a szívet, akkor arra gondoltam, hogy tök jó, mert hogy már vettem ehhez a koszorúhoz ilyen kis pompomokat, és azt abszolút el tudom képzelni ezen. Illetve majd szerintem biztos teszek bele szárított virágokat, vagy művirágokat, szépen majd fel tuningolom, és kikerül majd az ajtóra tavasszal, hogy akkor is legyen kint valamit kopogtató féle. Ahogy mondtam, ezek nem mostanra való dolgok, viszont úgy voltam vele, hogy így megláttam, és tudjátok, amikor így rögtön elkap az ihlet titeket, hogy oké, akkor ezzel ezt tudom majd csinálni, ezzel meg ez a tervem, úgyhogy úgy éreztem, hogy ezeket nem hagyhatom ott. Nem tudom, hogy holnap be fogok-e még jelentkezni, mert reggel 9-től este 8-ig dolgozom, és nem tudom, hogy mennyire leszek agyhalott, mire hazaérek, viszont hogyha a holnapi bejelentkezés elmarad, akkor mindenféleképpen szeretnék elköszönni tőletek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Írjátok meg nekem nyugodtan, hogy mennyire szeretitek ti a karácsonyi fényeket, az ilyen kivilágításokat, hogy ti mennyire szoktátok tényleg ilyen fényekbe öltöztetni a lakásotokat. Nekem, ahogy mondtam, nagyon-nagyon tetszik, és az én lelkemnek tegnap, és ma is nagyon jót tett ez a kikapcsolódás és ez a program. Viszont így itthonra ilyen nagy mértékben nem igazán tudom elképzelni, hogy ezt így üzzük. Viszont abszolút megértem, hogyha valaki meg úgy van vele, hogy oké, akkor most élje ki magát az ember. Találkozunk a következő videóban, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!